A konferencia egyik célja volt meghatározni azt az irányt, amerre a szabadkai műemlékvédelem haladjon, azaz megvédeni a városmagot. A városmagja ugyanis egy olyan tükörképe lehet az identitásunknak, amit megörököltünk és meg kell őrizni, hangzott el az eseményen. Bizonyos omladozó, de műemlékvédelem alatt álló épület azonban magántulajdonban van. Van egy úgynevezett jogi aspektus ennek az egésznek, hogy hogyan tud egy város közpénzt költeni magántulajdonba. Van rá mód, gyámságnak hívják, tehát gyámság alá helyez egy olyan épületet, ahol a lakók már nem képesek fenntartani azt, karbantartani, de közérdeknek számít, hisz itt van az orrunk előtt. Kimegyünk az utcára és meglátjuk ezeket a gyönyörű épületeket, hogy milyen állapotban vannak. Itt be tud avatkozni a város, az állam, és közpénzt tud erre költeni. 110 éve épült fel és került átadásra a Szabadkai Városháza. Ebben nagy szerepe volt Bíró Károly, akkori polgármesternek. Nem csak a jubileum szempontjából aktuális a konferencia, hanem azért is, mert az elmúlt egy évben vagy egy évvel ezelőtt sikerült megállítani egy olyan tervdokumentációnak az előkészítését a városmag átépítésével, illetve hát újbóli építésével kapcsolatban, ami mindenféleképpen a megszokott városképnek a lerombolását jelentette volna. Pásztor István hozzátette, a várost úgy kell modernizálni, hogy közben megőrizzük az értékeket. Kiemelte, a Bíró Károly Alapítvány a tervek szerint ezen túl minden évben megszervezi ezt a tematikus konferenciát. Szabadka a magyar szecesszió városa, ez a turizmus szempontjából is fontos, ezért kell a régi épületeket megóvni úgy, hogy az ne menjen a fejlődés rovására. Mi Szabadka történelmi belvárosára egységként tekintünk. Ez volt a tavalyi márciusi vitának a lényege is, hogy vajon a városközpontot kultúrtörténeti egységként kezeljük, vagy pedig azt mondjuk, hogy vannak értékes épületek és értéktelen épületek. A világban az a trend, hogy egységet kell őrizni, tehát a városközpontot egységként kell megőrizni. Nem a fejlődés ellen vagyunk, csak azt szeretnénk, ha a városközpontban az épített örökséget meg tudnánk óvni, szögezte le dr. Pásztor Bálint.